Óriási nagy sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire jó ez a ma este. Szervusz, Piri. Igen. Ahogy Piri elkezdte, ültessük a gyakorlatba, köszöntsétek egymást. Puszival, öleléssel, kézfogással, hátmasszázssal. Tenni egy kicsit visszafogottak. Rengeteg sok jó dolgot tartogat Isten számukra. Ma este, én nagyon izgatott vagyok. Amit láttátok, vagy láthattátok, ma este ennek is egy ilyen címe van, hogy évkezdő Isten tisztelet. Nem tudom, hányszor lehet még elkezdeni az évet, de egyelőre marad ez a tendencia. Annyira jó elkezdeni szerintem valamit, és nagyon király dolgok várnak ránk ebben az évben. Úgyhogy nagyon sokat gondolkoztam és imádkoztam. Én egy kicsit más irányba akartam vinni a ma estét, és Isten újra és újra felhozott egy-két-három dolgot, ami összevág, és amiről ma estén fog szólni. Hú, nagyon jó lesz. Nagyon-nagyon jó lesz. Nagyon jó. Ezeket majd hamarosan megosztom egy-két rövid történetben. A dicsőítés közben Isten elém hozott egy mondatot, hogy ezzel kéne megnyitni, vagy tovább folytatni az estét. Hogy nagyon jó kereszténynek lenni. Mennyire jó? Nagyon. Nagyon jó. Én nagyon szeretek keresztényként lenni, élni, és nagyon-nagyon jó Jézusnak a követése. És mostanában elém jött néhány történet kapcsán az öröm kétféle formában. Az egyik olyan öröm, amit még lehet, hogy nem tapasztaltál, maga az örömhír, az evangéliumnak az öröme. A másik öröm pedig utána jön, ez pedig az üdvösségnek az öröme. És valamennyien benne vagyunk ezekben a halmazokban, be vagytok skatujázva. Vagy előtte álltok az örömnek, vagy benne vagytok, de az is lehet, hogy már valahol félúton elveszett. És hiszem, hogy mindannyiunk számára nagyon bátorító lesz. Nagyon bátorító lesz a ma este. Hiszem, hogy Isten itt van közöttünk, és ő fog bátorítani valamennyiünket. Na, ezeket majd kicsit később. Jó, néhány örömhír gyorsan az elején. Még örömhír. Elindult a 6. bemerítkező osztályunk. Mennyire jó? Osztály! Lehet, hogy kicsit ijesztő, ilyen gyomorössze rántó ez a szó, ez néhányatoknak, hogy osztály. De hát ilyen ez a tanítványság. Osztályról osztályra megyünk. És a másik dolog, ami elkészült ma estére. Mennyire jó. Amit többen tudjátok, nemrég volt a víziós estünk, ami arról szól, hogy Isten felhozott az utóbbi egy évben például új fókuszpontokat, ami igazából nem új dolog, viszont nagyon fókuszra fogunk rájuk koncentrálni, hát addig, ameddig ki tudja menni. Visszahallgathatjátok, hogy YouTube-on akart, esetleg nem marad róla. Gyorsan felolvasom azért, mert van egy-két király dolog rajta. De alapvetően három dologra fókuszálunk. Ez a tanítványozás. Mind a háromhoz
feljött hat szó, ami a Bibliában a legközelebb áll ezekhez a szavakhoz. Ez kicsit kibontja elmélyét, így nyugodtan bátran nézzetek utána, gondolkozzatok, inspirálódjatok, keressétek bátran ezekben a helyeteket. A következő hetekben, hónapokban, hétről hétre egyre több részlet jön, majd ki, hogy ki mibe, hogy tud bekapcsolódni szervesebben. Tanítványozninál azt a hat szót írtuk fel, életmód, gyakorlat, érettség, növekedés, követés és felkészítés. Ah, de jó. A hirdetni szónál szintén hat szó, ami szervesen kapcsolódik a Bibliában hozzá, az a nyilvánosság, az örömhír, az üzenet, a meggyőzés szóban és az írásban. A harmadik területünk pedig a szegények. Itt is van hat szavunk, ami kicsit tovább mélyítik ezt a vonalat. Eladósodottak, elnyomottak, elkeseredettek, megtört szívek, megkötözöttek és gyászolók. Ezek vagyunk mi. Halleluja! Remélem mindannyian benne vagyunk valamelyikben, közben hátra teszem, mert mert Jézus ezekhez a gyakorlatilag, ez egy várhoz egy Jézus ezekhez az ember képező. Ez középen van egy ingyenes Budapest térkép. Mert az evangélium ingyenes. Így kaptuk és így szeretnénk továbbadni. És a dáktéppel van oda rögzítve. Ami egyrészt mindenre jó, másrészt pedig emlékeztet minket arra, hogy emlékeztet minket arra, hogy honnan jöttünk, hogy valamikor elveszettek voltunk, most sokan vannak elveszettek Budapesten, akik vágynak valami után, akiben ott van egy óriási űr, amit csak Jézus Krisztus tud betölteni, ezt hiszük, és ezért fogunk tenni, és ezt próbáljuk a hétköznapokban gyakorolni. És emlékeztet ez minket arra, hogy hát valahogy így, épít össze, ragaszgat össze minket Isten is darabonként. És ez egy nagyon jó dolog. Jó. Ez nagyon fontos része lesz a folytatásnak. Vegyétek elő, kérlek, bibliáitokat, hogy kapcsoljátok be az eszközöket. És előtte imádkozunk egy-egy, gyertek, álljatok fel, álljunk fel. Nagyon hálásak vagyunk, atyánk, azért, mert amikor ránk nézel, akkor jó kedved van, te kihirdetted a te programodat, kihirdetted azt, hogy azért jöttél, hogy megments minket, azért jöttél, hogy meggyógyíts minket, azért vagy itt ma is közöttünk, hogy felkavard a vizet. És amikor az a víz felkavarodik, akkor gyógyulások történik. Ezért hálások vagyunk, áldunk téged, magasztalunk téged, felemeljük a nevedet. Egyedül te vagy méltó az imádatra és a csodálatra. És szeretnénk leelőzni az összes foci csapatnak a fanklubját, az összes középnek a lelkesedését szeretnénk behozni a te házadba is. És így szeretnénk rajongani, így szeretnénk lelkesedni, érted? A te munkádért, azért a munkáért, amit elkezdtél a mi életünkben is, közöttünk is. És csak itt vagyunk. Itt vagyunk előtted, várunk a te szavadra, és vágyunk arra, hogy megérints minket. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen! Még mielőtt lelkesen visszaülnétek. Gyertek, kérlek, álltok fel, és most ülünk együtt felolvasni Isten igéjét. Méghozzá két helyről. Ezt a két helyet fogjuk az este folyamán összeollózni, összehámozni. Rendkívüli gyönyörű részletek vannak elrejtve, amiket hiszem, hogy
Isten valamennyiünk számára kibont ma este. Az első, amit megnézzünk, az a Mózes 5. könyve, 28. rész, elsőtől a 14. vers. Tehát 5 Mózes 28, 1-től 14. Easy to read version, amit én olvasom. Mózes így folytatta. Ha engedelmes lelkülettel hallgatsz Istened az örökkévaló hangjára, ha gondosan megteszel, amit neked mond, ha minden parancsát és rendelkezését teljesíted, amelyeket ma neked parancsolok, akkor a Föld minden más nemzete fölé emelt téged. Ha engedelmeskedsz Istened az örökkévaló szavának, akkor mindezek az áldások rád szállnak és beteljesednek rajtad. Áldott leszel városodban, áldott leszel szántóföldeden. Áldott lesz minden gyermeked, földet termése és fáid gyümölcse, állataid szaporulata, a borjak, vidák és bárányok. Áldott lesz éléskamrád és dagasztó teknőd. Amen. Áldott leszel, amikor bejössz és amikor kimész. Ha ellenség támad rád, szemed láttára veri meg őket az örökkévaló. Egy úton jönnek ellened, de száz felé futnak előled. Áldást parancsol az örökkévaló mellé. Vállalkozásaidban, csűreidben, mindenben, amit teszel. Bizony megállt téged azon a földön, amelyet Istenünk az örökkévaló ad neked. Szent népévé készít fel az örökkévaló, ahogyan megesküdött, hogy tulajdon népévé legyél. És akkor majd követett parancsait és útján jársz. Megérti a föld minden népe, hogy az örökkévaló nevét viseled. Ezért félnek és tisztelnek téged. Az örökkévaló áldása miatt bővölködsz majd minden jóban a földön, amely felől megesküdött őseidnek, hogy neked adja. Megszaporítja utódaidat, állataidat és földet termését. Megnyitja neked kincses házát, az eget, hogy esőt adjon földedre, kellő időben, és hogy kezed munkáját megáldja bőségesen. Te adsz kölcsön sok más népnek, míg neked nem kell soha kölcsön kérned. Fejét tesz téged az örökkévaló nem farukká, mindig fölül leszel és sorsam alul. Bizony így lesz, ha engedelmeskedsz Istenünk az örökkévaló parancsainak, amelyeket ma átadok neked. Gondosan teljesítsd hát azokat, és ne térj el az igéktől, amelyeket ma parancsolok neked, se jobbra, se balra. Ne kövess más isteneket, ne szolgáld és ne imádd őket. A következő ige szakaszunk a ma estére, és nyugodtan figyeljetek közbe hasonló szavakra, összefüggésekre, amik előfordulnak itt is, ott is. Ez a Zsoltárokból van, méghozzá a 81. Zsoltár. A 8-astól a 16-os verset olvassuk. Hallgass rám, népem! Ó Izrael, figyelj szavamra! Szövetséget kötök veletek! Ne legyen rajtam kívül más istenetek! Ne hajolj meg idegen istenek előtt! Ne imádd őket! Én vagyok Istened az örökkévaló, én hoztalak ki Egyiptom földjéről. Izrael, nyisd ki a szálat, hogy jóval tölthessen meg! De népem nem hallgatott rám. Izrael nem engedelmeskedett nekem. Hagytam át, hogy kövessék saját kívánságaikat, járjanak makacs szívük szerint, hogy tegyenek, amit akarnak. Bárcsak hallgatna rám népem, ó Izrael, ó, ha Izrael útjaimon járna, akkor hamar megverném ellenségeit, és ellenfeleire nehezedne kezem. Az örökkévaló ellenségei hízelegnének neki, Izrael ideje pedig örökké tartana. A legjobb búzával táplálnám, még a kősziklából is mézet adnék neki. Amen! Kérlek, foglaljátok helyet! Elég jó dolgokat, ha mennyire gyönyörű dolgokat készített valamennyiünk számára Isten. Az első szakasz Mózes könyvéből az nagyjából Krisztus előtt 1500 évvel való. Tehát ilyen 3500 évvel történt nagyjából. A második szakasz, a Zsoltárok, az Dávid idejéből, az pedig körülbelül Krisztus előtt 1000, tehát 3000 évvel ezelőtt zajlódott. Gyors matek, 500 év, 500 nép
telt el a két történet között. Hihetetlen mélységeit láthatjuk annak, hogy, hogy Isten mennyire szereti a népét, mit ígért a népének, és hova akarja vezetni a népét. Mi történt ebben az 500 évben Istennek az áldásaiból, és mi nem. Mielőtt belemennénk mélyebbre, közben rájöttem, hogy ha esetleg valaki nem ismer, akkor fura lehet egy ilyen bejelentéssel kezdeni, hogy izgulok, és alig várom, hogy kórházba köthessek ki este. Tehát így kell egy idő, hogy ja, de ezt másképp is lehet érteni. Szóval első gyermekünket várjuk, és azért örülök a kórháznak. Amúgy a kórházban ritkán történnek jó dolgok. És sokat gondolkoztam Isten jelenlétében azon, hogy, hogy valami még hiányzik az évkezdéshez, hogy van még valami a levegőben, valamit van még körülöttünk, amit, amire szükségünk van, és amit Isten akar nekünk mondani. És több dolog is ebben inspiráló hatással volt rám, amiket hamarosan meg szeretnék osztani. De nagyon lerövidítve úgy fogjuk folytatni az estét, hogyha az a kérdésünk, hogy, hogy mivel kezdjük az évet, akkor, akkor egy ilyen válaszvonal mentén fogunk haladni, hogy ez az én bátorításom és javaslatom valamennyi számára, hogy Istennel kezdjük az évet. Ezt úgy folytatjuk, hogy hogyha Istennel, akkor Isten szavával. Hogyha Isten szavával, akkor Isten szavának a hallgatásával. Hogyha Isten szavának a hallgatásával, akkor az annak való engedelmességgel. És hogyha az Isten szavának hallgatásában való engedelmességgel kezdjük az évet, akkor az pedig tettekben és cselekedetekben mutatkozik meg, és ezt fogjuk most megnézni. Ez egy olyan zsoltár, amit együtt felolvastunk, amit általában az újévi ünnepen szoktak felolvasni. Erre utal az is, hogy a hosszarból készült kült megemlítése kerül. Ez nagyon gyakran egybeesett az őszi aratási hálaadó ünneppel, ez az új év. És ez egy olyan ünnepség sorozatot jelentett, ami nagyjából 14 napig tartott. 14 napig nyitották az évet. Az egy jó, az nagyon, az jó dolog. Az első napokon az örvendezés, az újongás ideje volt, ahogy olvassuk ennek a zsoltárnak az első felében is. Ezt most mi nem olvastuk fel, csak a második felét. De ez egy olyan ünnep volt, aminek a csúcsán megszólalt Isten. És ilyenkor felolvasták a 10 parancsolatot, és szimbolikusan a nép megújította ezt a szövetséget az őt kiválasztó Istennel. És óriási az összefüggés, óriási hasonlóság Izrael népe és mi közöttünk, mert mi is Isten népe vagyunk. Izraelben, Krisztusban, Izraelbe tartozunk, Krisztusban az ő népe vagyunk. Saját népévé szeretne minket formálni, a saját népének választott minket. És gyönyörű az a történet, ahogy Egyiptomból megy ki a nép, és mennek az ígéret földje felé, nagyon-nagyon hasonlóan utazik Isten népe, és mi is nagyon hasonlóan utazunk ehhez az utazáshoz képest. Egy kis sivatag, egy kis forgolódás, egy kis jobbra nézés, egy kis balra nézés, de nagyon hasonlóan, nagyon megfoghatóan, nagyon jól hallhatóan ugyanúgy vezet minket Isten, mint Izrael. És ugyanazok a dolgok vonatkoznak ránk, és ugyanezeket az ígéreteket és áldásokat elnyertük Krisztusban, amiket Izraelnek jelentett ki. Tehát ez a zsoltár, ez egy ilyen újongó örvendezéssel kezdődik, viszont azt látjuk, hogy amikor a közepén megszólal Isten, akkor meglepő dolgokat mond. Valamilyen mély szomorúság árad Istennek a szavaiból. És ez rámutat arra, hogy a harsány ünneplés mögött mi az, ami megbújik. És érdekes lehet, néhányan talán olyan keresztény közegben nőttetek fel, vagy olyan gyülekezetekben, én legalábbis igen,
meg tudom, hogy sokan Magyarországon, ahol tiltottak az érzelmek, nem szabad érezni. Az érzelem jó, rossz, értem? Érezni az, ez egy rossz dolog, az nem szabad. De hogy ezzel szemben azt látjuk, hogy Istennek hihetetlen gazdag az érzelemvilága. És a szavaim keresztül, a szavak között hihetetlen mély érzelmeket látunk. Elmondja itt a népnek, hogy keserűen csalódott bennük, annyira elidegenedett tőle az ő népe, hogy be kell mutatkozni a Istennek, hogy ő kicsoda, mint annak idején, amikor a 10 parancsolatot adta nekik. Ja, úgy én vagyok, mert van még, hogy én ki vagyok, vagy hogy vagyunk. Nagyon erőteljes, hogy Istennek újra be kell mutatkoznia. Emlékeztetnie kell az ő népét a közös történetükre, hogy mi minden cselekedett velük és adott neki. Annyira hemzsegnek a bálványok a választott nép életében, hogy Istennek részletesen idéznie kell számukra az első parancsolatot. Ne legyenek más isteneid, idegen Isten ne imádj. Én az Úr vagyok a te Istened, én hozzalak ki téged Egyiptomnak földjéről. És talán furcsa lehet már ez a kontraszt is itt az elején, hogy ez kicsit tűnhet ilyen nehéz dolognak, vagy ilyen nehezebb, vagy ilyen negatív dolognak. És ez talán tűnhet nehezen összekapcsolhatónak azzal, hogy örömhír, meg jó dolog, meg nagyszerű dolog, meg rengeteg áldás. De hogyha igazából az egész kontextusban nézzük, akkor azt látjuk, hogy a történet, amiben vagyunk, Isten és ember között a kapcsolat, ami folyamatosan leírásra kerül, különböző hullámokon megy át, az igazából egy szerelmes történet. Szerelmes történet. És egy igazi szerelemben van dráma. Az nem baj. Az nem baj, hogy van dráma. Az azt jelenti, hogy van szeretet. Hogyha valami történik, az nem semleges, legalább az egyik fél számára, hanem valamit kivált. Hát itt indulatokat látunk. Indulatokat vált ki. De indulatokkal csak akkor találkozunk egy szerelmi kapcsolatban, amikor van szeretet. Akkor van szerelem. De hogy ezek szomorú tények, amiket itt Isten említ, az én népem nem hallgatott szavamra, Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ennek pedig keserves következményei lettek. Azt olvassuk, hogy ezért hagytam, hogy szívük keménységében kövessék a maguk tanácsát. Lényegében a népnek a bűne lett maga a büntetés. Nem kellett nekik Istennek a tanács, nem engedték, hogy Isten meglágyítsa a szívüket. És egy nehéz történet van, nehéz pillanatban van ekkora nép, de mégis azt látjuk, hogy Isten nem leszólja őket, nem lehordja őket, hanem őszintén elmondja azt, hogy hát akkor hagytam. Most ilyen időszak van, hagytam, hogy kövessék saját kívánságaikat, és járjanak makar szívük szerint. Ilyen az igazi szerelem. Ha másik menni akar, akkor nem azért oda láncolom, meg bilincselem, hanem tudom, nem erőszakos, hanem akkor menjél, szabad vagy. És ez egy hihetetlen dolog a mi Istenünkkel kapcsolatban, hogy óriási, óriási a szabadság. És amint tudjátok, feleségemnek meg nekem is olyan a munkánk, hogy rengeteg-rengeteg személyes történettel találkozunk nap, mint nap, és nem azokkal a történetekkel, amiket lehet hallani, hanem mindig a másik oldalával. És ez rengeteg sok dologra, meg alázatra tanít. És mostanában nagyon sok olyan történetet hallgattam, amiben nagyon mélyen érződött többnyire keresztény emberek oldaláról, amiben nagyon erőteljesen érződött valami mély megtörtség, megkeseredettség, valamilyen fajta szkepticizmus, cinizmus, és lényegében olyan érzések, gondolatok fogalmazódtak meg, nem feltétlen szavakban, hogy látsz magad előtt egy hívő ember, de azt érzed, hogy hitetlenség.
az, ami körbevesz, a hitetlenség az, ami szívébe burkolózik, és a sokadik ilyen után én nagyon ostromoltam Istent, hogy mi van már, hogy csak mi, bennünk legyen már egy kis hit, hogy mi történik, hogy ilyen helyzetekkel szemben miért érzem magamat hihetetlenül tehetetlenem, miért érzem azt, hogy Isten nem használ, vagy én nem tudok használni, vagy nincs az a szókincsem, vagy meggyőző erőm, vagy karizmám, vagy hogy kell visszafordítani, hogy kell megmenteni embereket. És nagyon sok indulatot vetettem fel Isten előtt, és aztán így lassan megállított, vagy szerintem nem lassan, csak én álltam meg lassan. Ez inkább így történik. És emlékeztetett arra, hogy én, hát hogy amúgy te honnan is jöttél? És többen tudjátok, hogy az elhívásom meg a gyülekezet plántálása volt egy ilyen szakasz, amikor csalódtam Istenben, azt gondoltam, csalódtam abban az istenképben, ami nekem akkor volt, a egyházban, keresztényekben, és ezek a dolgok voltak jellemzők az életem egy jó másfél évig, két évig. És nem érzelem szintjén, hanem minden szinten, mindenhol teljesen otthagytam. Papot, csapot, gyülekezet, szolgált, keresztény, emberkéket, mindenféle dolgokat elfordultam Istentől, és de nem is a külsőségek számítottak, hogy nem is azokat hozta fel mostanában nekem Isten, hanem az, hogy belül hol voltam és milyen állapotban voltam. És hát nem sok ember volt, aki kegyelemmel fordult abba az időbe felém, de azért volt néhány. És ez mennyire jól esett, ez mennyire sokat jelentett, hogy voltak keresztények, akik ilyen leprásként kerültek, mert hogy tudod, megszólalsz a hitetlenség hangjával, míg a végén ugye ő van az asztalon, én lent, és akkor lehúzom, van ez a nagyon kedves keresztény kép, hogy ezért kell óvakodni a rácson túljakkal, lehúz az asztalról. Ez mi lesz akkor? Mindketten az asztal alá kerültek. Hála Istennek Jézusnál nem ezt a példát látjuk, hanem majd bemegy a házba, és megmenti ezeket az embereket. És ezt a példát állította elénk is. Én utána is így nyúlt le Isten, és ebben erősített meg Isten, és visszaadott nekem is egyfajta hitet, meg szeretetet, illetve megalázó volt ezekre rádöbben Isten jelenlétében. Illetve amiről most szép lassan beszélni fogunk, volt, vagy van egy komolyabb területemből, amiből meg kellett térnem, úgyhogy nem is gondoltam volna, hogy az egy problémás terület lehetne esetleg. Szóval mi következett ebből, ahogy nézzük a népnek az életét? Ebből az elfordulásból. Mindez a sok nyomorúság, amiről itt beszél utána Isten. És akármilyen furcsa, vagy tényleg megfoghatatlan érzelmekkel teli, vagy egészen emberszerű, de hogy olyan, mintha egy keserű sóhaj hangzon el Istennek az ajkáról. Ó, bárcsak hallgatna rám az én népem, bárcsak az én utaimon járna Izrael. És erre nem is Istennek van szüksége. Sokszor kapjuk ezeket az ítéleteket, hogy így kéne helyreállni, meg úgy kéne helyreállni. Ez Istennek tetsző élet. Hogy élsz, fiam, lányom, unokám? De mennyire jó, hogy Isten mekkora szeretettel és finomsággal áll az ő népéhez. Mert ugye erre nem neki van szüksége, hanem nekünk, az ő népének. De itt azt látjuk, hogy egyelőre a nép nem hallgat rá, és nem jár az ő útjain. De azt is látjuk, hogyha ezt tenné, és odafordulna a nép Istenhez, akkor rengeteg minden egészen másképp alakulna. Azt olvassuk, hogy akkor én megverném ellenségeit, megszabadítanám ellenfeleitől, gyűlölői hízelegnének neki, a búza legjavával etetném, kősziklából szedett mézzel tartanám jól. Tehát az egyik rész, amit itt látunk, ebben az újévi Zsoltárban, hogy Isten rámutat a népnek a valóságos szükségleteire. Másodszorra elmondja nekünk azt, hogy ezeket a szükségleteket ő hogyan elégítené ki. Harmadszorra pedig világosan megmondja azt is, hogy
hogy mi a feltétele annak, hogy ezek az ígéretek valóra válhassanak. És az egyik nagy inspiráló forrás, ami a ma estéhez is vezetett számomra, illetve ami nagyon komoly területemből, azt hiszem talán folyamatban a megtérésem, az egy könyvnek a hatása. Kérlek, ha olvasol könyvet, bármilyen könyvet most olvasol, jó nem bár, ha valamilyen Istennel kapcsolatos könyvet olvasol, tedd fel a kezed. Ez jó. Ez jó dolog. Szóval van egy nagyon komoly lelki ember, akinek az egyik könyvét olvasom az ige hirdetéssel kapcsolatban. És fiatal koromban így úgy csalódtam mindenféle keresztény dolgokba, és a legmélyebb, amire nagyon lassan jöttem rá, mai napig tanít erre Isten, úgyhogy már egy ideje lelkipásztorolok, és azért az már úgy fura talán, hogy ilyen nagyon mélyen ezt így magamban valahogy így elvetettem. Megvetettem, elvetettem, félretettem. Rengeteg élményt hozott fel Isten az utóbbi hónapokban, benne, ahogy megyek át ezen a szakaszon, és így rendre ilyen emlékek jönnek fel, hogy nagyon kevésszer volt az, hogy hallgattam Isten szavát, bárki is hirdette az igét, akkor Isten magát lássam, vagy Isten magát halljam. És egyszerűen az volt előttem, hogy Úristen, ez hogy öltözködik? Ez túl sokat poénkodik, vagy túl keveset poénkodik? És rengeteg egyéb dolog, nagyon-nagyon sok élményt felhozott Isten. És ezeket nem látom, nem voltam tisztában ezeknek, nem voltam tudatában annak, hogy már bőven a gyülekezet plántálást is úgy kezdtem, hogy ezek mélyen ott voltak bennem. Hogy valahogy Isten helyreállított rengeteg területen, nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos szentség emelte az ő szavát az életembe, és amiért nagyon hálás vagyok, és nem az én munkám, vagy nem az én erőfeszítésem, de hogy valahogy a rengeteg nagyon rossz élmény, amik néhány, vagy hát jó pár különböző nem keresztény, vagy nem vallásos közegben mozgó, és amiket utóbbi években láttam, hallottam, tapasztaltam, azok folyamatosan valahogy így a szívemben egy nagyon mélyen aláásták azt, hogy az ige hirdetésnek a tekintélyét. És ebből próbál meggyógyítani Isten, hála Istennek. És ebben a történetben is ezt látjuk. Nézzük meg, hogy mik azok a hiányok, amik miatt szenvedett a nép. Azt látjuk ebből a Zsoltárból, hogy ezen az új év ünnepen egyáltalán nem volt könnyű a népnek ünnepelnie. Nagyon sokféle nyomorúság nehezedett rájuk. Ellenség vette őket körül, talán sorai között is ott volt, szegénység is volt, nagyon sokan nélkülöztek, sok tekintetben bizonytalan volt a jövőjük, és az önfejűségük miatt nagyon nehéz helyzetbe sodorták magukat. De ez csak az emberi, meg a kézzel megfogható része volt az ő történetüknek, mert a legnagyobb bajuk az volt, Isten szerint, hogy eltávolodtak tőle, az élet forrásától, és nem hallgattak rá. És egészen addig jutott ez a kapcsolatban, hogy Istennek külön azt is kérnie kell, hogy egy picit figyeljenek oda, egy kicsit álljanak meg, egy kicsit csendesedjenek el, és figyeljenek az ő hangjára. Nagyjából ilyen mélységre jutott ez a kapcsolat, hogy szinte azt érezzük, hogy mintha Isten azt mondaná, hogy hát amúgy én is itt vagyok. Hát ha belegondolunk abba, hogy van a nép, akit rengeteg dologból megmentett Isten, rengeteg dologból kihozott, és van Isten, a teremtőjük, minden életnek és áldásnak a forrása, és odáig fordul ki a kapcsolat, hogy ő szól úgy a néphez, hogy egy picit figyeljetek rám.
rengeteg dolog megfordult ott is. A népnek a szívében, a gondolataiban. Az egyetlen igaz szó az pedig ez volt, amit Isten mondott nekik. És azt gondolom, hogy ez ma is igaz ránk, hogy az egyetlen érdek nélküli szeretet az maga Isten, annak Isten a forrása. De azt látjuk, hogy folytatódik a történet, hogy nincs füle a népnek a hallásra. És azért nincsen füle, mert megosztott a szíve. Rengeteg bálvány van közöttük, a nép úszik az árral együtt, különböző istenek és bálványok vonulnak be a szentélybe, és nincsen világos prófétai szó. Nincs, aki mindezt leleplezni és mutatná az utat. Talán ez inkább a nyomorúsága a népnek ebben a történetben. És mi az, amit Isten ígér megoldásként ebben a helyzetben? A legelső az mindenképpen a prófétai szó. Ez a mondat, hogyha helyesen értjük, az nagyon sokat tud jelenteni. Az új fordításban úgy olvassuk, hogy nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. És Isten az ő igéjéről beszél. Utána beszél arról is, hogy búzát is, meg mézet is ad, az összes testi szükségleteinket is kielégíti, és ad nekünk minden napra. De azt mondja, hogy azzal kezdődik a javulás, azzal kezdődik a változás. Ez a kiút, hogyha lesz, aki az ő igéjét befogadja, lesznek, akik hallgatják, és lesznek, akik cselekszik. És ugyanezt mondja Isten ma is nekünk, hogy nyissuk ki a szánkat, nyissuk ki a fülünket, és ő az, aki igét ad nekünk, ő az, aki a prófétai szót adja. Aztán persze ezt követi a búzának a legjava, vagy a méz, ami a bőségnek a jelképe. Hogy ne tartana Isten minket jól? Azt olvassuk az egyik versben, hogy ez egy iPhone volt. Azt olvassuk az egyik versben, hogy ne adna nekünk bármit, hogyha kérjük, hiszen Krisztusban már mindent megadott, és vele együtt minden a rendelkezésünkre áll. És utána arról is olvasunk, hogy megszabadítaná az ellenségektől is, akik üldözik őket, azok hízelegnének majd utána nekik. Tehát pontosan azt kínálja Isten, ami hiányzik. Ugye általában hát viszonylag nagy hatása van ránk a média, rám is, mindannyiunkra, legtöbbünkre, és van egy ilyen varázsszó, amitől egy görcsbe rándul a szívünk, de ha igazából utána mennék, akkor semmi racionális alapja nincs, de nagyon jól hangzik. Ez a gazdasági válság, vagy gazdasági világválság. Tudod, egy átlag kis ember, a 7,5 milliárd ember 80%-a, mi az, hogy gazdaság? Tudod, így, tudom én, mi Albert falván lakunk, Új-Buda Albert falva, világgazdasági válság. És nagyon könnyen rááll az elménk erre a gondolatra, hogy a megoldás az ez, a gazdaság, a pénz, vagy a különböző munkahelyek. És a nép körében is ez rengetegszer megfogalmazódik. És Isten valami teljesen más dologra mutat rá, és egy teljesen más dolgot hoz elő, az ő szavát. Mert ez az, amit ő kínál, ez az, ami olyan hiány szüntetne meg, ami az összes többi hiánynak a gyökere, és utána következhet a többi. Úgy szeretné a népének a nyomorúságát megszüntetni, hogy az teljesen valóságos módon. Először felsorolja azt, hogy mi a baj, megmondja azt is, hogy mi ennek az oka, az, hogy tőle eltávolodott a nép, és azt is elsorolja, hogy ő itt van, most is, és szeretne segíteni ezen a bajon. De mi ennek a feltétele? Bárcsak rám hallgatna népem, és az én utaimon járna Izrael. Az ő útján járni, az pedig egy szóval azt jelenti, hogy engedelmeskedünk. Ami egy nehéz szó, meg ahogy így növünk fel egyre inkább a fiatal korból a felnőtt kor felé, talán egyre kevesebb negatív asszociáció kapcsolódik hozzá, de azért általában ez kicsit ilyen nehéz, vagy ilyen fura szó. És kicsit gondolkodtam mostanában ezen a szón.
És ilyen nagyon egyszerű mondatok jöttek fel, hogy amúgy mi az a kontextus, ahol lehet beszélni arról, hogy engedelmesség. Mert ezt így jó hallgatni, meg dobálózni, meg mondogatni, de hogy amúgy mi az a helyzet, ahol egyáltalán van értelme. És arra jutottam, hogy csak ott van helye az engedelmességnek, ahol véleménykülönbség van. Hogyha szeretnék valamit, és utána azt mondja Isten, hogy ő is azt szeretné, és aztán úgy haladunk együtt az úton, akkor azt néha úgy éljük meg, hogy engedelmeskedünk, de amúgy nem volt szó engedelmességről, mert nem volt semmilyen különbözőség. Engedelmességnek csak ott van helye, ahol amúgy akkor nem egyezik a véleményünk, amikor alapból érzelmi, vagy bármilyen általunk racionálisnak vélt alapon más irányba mennünk, vagy másképp döntenünk. Azt is jelenti, hogy úgy élünk, ahogy ő mondja. Hogy hallgatunk rá is, és cselekszünk. Sokszor feljön ez a gondolat, nekem is volt ebben az időszakomban sokszor ez a gondolat, hogy azt érzem és azt tapasztalom, hogy nincsen jelen Isten, hogy nincsen jelen közöttünk Isten. És teljesen egyszerűen fogalmazza meg azt, hogy ott van mindig mellettünk, hogy ott van mindig körülöttünk, ott van mindig közöttünk. Csak van, hogy mi nem szeretnénk észrevenni, mi nem szeretnénk meghallani. Mert hogyha minden bajnak az a problémája, hogy a nép eltávolodott Istentől, akkor minden bajnak ez a megoldása is, hogy visszatalálnak Istenhez. És ezt elsősorban ezt úgy szoktuk értelmezni, hogy akik még nem ismerik Jézust, akik még nem hallották az evangéliumot, nem fogadták el a keresztet, a keresztről szóló történetet, azoknak üzenet az, hogy meghallani Isten hangját, hogy engedelmeskedni Isten hangjának. De ezzel szemben az az igazság, hogy nagyon sokszor vallásosok, vagy kultúrkeresztények, vagy mi hívők. Nagyrészt mi sem fogadjuk ezt el. És egy nép nyomorúságának a gyógyulása, hiszek abban, hogy mi keresztények Magyarországon, egy olyan nép vagyunk, akiket Isten arra választott, hogy gyógyulást vigyünk a környezetünknek, hogy örömhírt vigyünk a környezetünknek. És hiszem azt, hogy akármilyen kérdés, ami kérdés, vagy hiányosság, vagy nyomorúság ma Magyarországon, vagy Budapesten, annak a gyógyulása ott kezdődik, hogyha közöttünk valami elindul, hogyha közöttünk, ha mindenkünk, a mi füleink megnyílik a hallásra, hogyha mi szívünk megnyílik Istennek a szavára. Hogyha mi az ő szavában élünk, és azt szerint járunk, akkor itt közöttünk történnek olyan dolgok, amik körülöttünk is változást generálnak, és körülöttünk is változást indítanak el. Hiszem azt, hogy igazi megoldást bármilyen kérdésre és nehézségre az ez adhat, hogy odafordulunk hozzá. De hogy amilyen egyszerűnek tűnik, ez annyira nehéz a gyakorlatban. Izrael is ebben az időben teljesen elszokott Istentől, Istennek a szavától, annak a hallgatásától, annak a gyakorlásától. Lassan alakulnak ki ezek a szokások, hogy a Biblia a hétköznapjainknak a része, hogy a Biblia az tekintély, a Biblia az Isten szava, az egy végső válasz, az egy olyan kincsestár, ami forrás, amihez mindig oda mehetünk, és amihez minden nap oda is megyünk. Lassan alakulnak ki ezek a szokások, lassan alakul ki egy új életmód, egy új napirend, egy új gondolkozás. Lassan és nehezen alakul ki, de hiszem, hogy azért is vagyunk egymásnak, hogy ebben támogassuk egymást és segítsünk egymásnak.
És ez azzal a szívbeli őszintességgel kezdődik, hogy ez amúgy egy szent és végső dolog, hogy ez valóban Istennek a kinyilatkoztatása, és komolyan veszem, és aztán elkezdem gyakorolni. Egyik nap, másik nap, harmadik nap. És ehhez szorosan hozzátartozik a templomba járás szokása, kedves testvérek. Hadd osszak meg ezzel kapcsolatban néhány gondolatot. Néhányan talán először egy-két ezzel kapcsolatos mondatot ítélkezőnek fogtok érezni, de minden jó lesz, nyugodjunk meg. A végére összeáll, és kikerekedik a kép. Egy gyors gyerekkori élménnyel folytatnám. A szüleim révén ilyen kereszténység volt nálunk valamelyest, és volt a ilyen templomba járó szokás időnként. És hogyha ez valahogy elmaradozott, akkor ahogy felfele növekedtünk, cseperedtünk, egyre inkább volt mindig egy-egy idősebb vagy fiatalabb, rendkívül lelkes testvér, akik ezt ilyen nagyon fura módon tették szóvá. Közben, előtte, utána, bejáratnál, kijáratnál, hogy... És amúgy hol voltál? Miért nem jöttél? És egy idő után, tudod, ez úgy fel tud gyülemleni az emberben, hogy már csak azért... Tehát először úgy kezdődik, hogy lesznek a személyek, akiket így kerül az ember. Tudod, messziről benézel, útvonaltervezés, ott egy jobb kanyar lesz, ott kicsit megállsz, ott elfordulsz, visszafordulsz, jobb cseh, bal cseh, futás tovább. Vannak testvérek, akikkel kell játszani, ilyen útvesztő. De aztán ez olyan szinten fel tud növekedni az emberben, nekem ez sokszor volt így, hogy ilyen undorod támad. Így össze, ez a néhány ember, ez így összemosódik az egész gyülekezettel, és aztán az egész Isten tisztelettel, aztán az egész Istennel, és így összegabajodnak a gondolatok, és így kicserélődik Isten szava, meg a szeretete, meg a kegyelem arra, hogy ha megint hol jártál, hol voltál, miért nem jöttél, miért hol vagy. És ez rendkívül megterhelő tud lenni. Miközben lehet nagyon bátorítóan, meg pozitívan állni az emberekhez, hogy amúgy tök jó, hogy újra itt van. Bárki is, bárhol. És nem azért, hogy közöttünk legyen, vagy hogy a mi esetünkben, hogy a térben legyen, vagy hogy itt üljön vasárnap. Hanem azért, mert hiszük, hogy itt van Isten, és Isten itt szól. De amúgy tök mindegy, hogy az melyik épület, és melyik gyülekezet, melyik templom. De hogy az mindig jó, hogyha Isten népe az időnként ott van Isten jelenlétében, és együtt vagyunk, együtt hallgatunk tőle dolgokat, együtt vagyunk egy vezetésben, és hallgatjuk az ő szavát. És van néhány amerikai prédikátor, akiknek így követtem a munkásságát, majd a tanításait. És az egyik példát az egyik ilyen férfi úriembertől hozom. Ha ezt én mondanám, szerintem az egy kicsit ítélkezőbbnek tűnne. Ez egy ilyen nagyon bátorító, motiváló, felemelő, rendkívül jó légkörű növekvő gyülekezet. De hogy időnként, hát mindenhol elhangzanak keményebb és őszinte mondatok is. És akkor pár hete mondott egy ilyen mondatot, ilyen évindító vasárnap volt, hogy tudod, ilyenkor mindig pozitívval kell kezdeni, legalább két pozitívval. Inkább három dicsérettel, valaki szerint héttel, és utána lehet egyet. Olyan kis útbaigazítást adni. És hogy beszél arról, hogy és annyira szeretlek benneteket, olyan jó ez az év, olyan jól kezdünk, olyan jól indulunk, és a jövő héten olyan sorozatba kezdünk, olyan új sorozatot, ha kihagyod, olyan dologból maradsz le, hogy az vége, nem lehet pótolni. És akkor így vezeti fel egymás után a mondatokat,
És akkor mond egy ilyet, hogy amúgy az megvan, hogy ezek a sorozatok, amiket csinálunk, ezek a tanító sorozatok, ez nem úgy néz ki, hogy egy sorozat több prédikációból. Itt egy sorozat, az egyetlen üzenet, egyetlen prédikáció, csak képtelenek vagytok 35 percnél tovább egy helyben ülni. És ezért fel kell osztani sorozatokra, különböző részekre. Tudod így... De így nem állt meg. És folytatja. És hogyha te... És hogyha úgy jársz templomba, Isten tiszteletre, úgy jársz vasárnapra, hogy évindító, Sunday, skip, 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 húsvét, nem étkezés, jövök, 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 skip, skip, karácsony. Hogyha te ilyen rendszeressége vagy Isten házában, akkor soha az életben nem hallgathatod meg egyszer sem, egyetlen egy tanításomat sem. És akkor itt volt egy kis csend. És... Ja. De érted, hogy van az a része, hogy amikor tényleg akár bennünk van bűntudat, amúgy minden helyzetben minden mindegy, mert mindig ugyanaz a gonosz van mögötte. Hogyha nem tudja azt megakadályozni, hogy megtérjünk, akkor azt akadályozza meg, hogy növekedjünk. Ha nem tudja megakadályozni azt, hogy növekedjünk, akkor azt próbálja megakadályozni, hogy szolgáljunk. Hogyha azt se tudja, akkor azt próbálja megakadályozni, hogy megtaláljuk a helyünket, az otthonunkat valahol, lelki otthonunkat. Hogyha azt se sikerül megakadályoznia, akkor néha eltöri a lábadat gyülekezetbe menet. Ne tudj oda menni. És ez nagyon durva, de nagyon igaz. Azt hiszem, hogy mindannyian legalább egyszer, vagy inkább 17-szer tapasztaltuk, hogy akár egész héten várod, vagy tök jó lenne, vagy hiányzik, vagy szeretnél, vagy akarod, és aztán jön a vasárnap, és mégis múlt héten is voltam, és tudom, néha nagyon nehéz megkülönböztetni, hogy most saját gondolat, érzelem, vagy körülmények, Isten hangja, a gonosz hangja, melyik honnan, melyik az irány, melyik irányból. Ezt néha nehéz jelen pillanatban megkülönböztetni, de utólag a gyümölcsök alapján mindig tudjuk. És én hiszem azt, hogy én az én részemről tudom, hogy az mindenképp szűk keresztmetszet minden közösségben a lelkipásztor, az üzenet, a tanítás, annak a minősége, nagyon praktikus legyen, nagyon lelkesítő, vagy jó fej, vagy tudom én, legalább a haja legyen valamilyen, nem tudom, érted. És én újra és újra elkötelezem magam emellett, hogy bele szeretném adni a 100%-omat, szeretnék fejlődni, szeretném jobban csinálni, szeretnék minél kevésbé szűk keresztmetszete lenni, minél kevésbé akadályozni Istennek az itteni munkáját. Mert tudom, hogy nagyon sokszor egyszerűen az az ok, hogy igazából, mármint hogyha az ember távol marad akár egy időre a testvéreitől vagy a vasárnapoktól, hogy igazából egész Magyarországon nincs olyan tanító, akit úgy lehetne hallgatni. Én mennék. Látod a szívem, uram. Ha legalább fele olyan leadnának, legalább két hetente, ami YouTube-on megy, tengeren túl, ott lennék, első sorban. De uram, könyörülj rajtunk is, rajtam is, rajtunk is. Nagyon másrába kanyarodtunk, vagy kanyarodtam a tervekhez képest. Én hiszem azt, hogy Isten kanyarította ebbe az irányba. Most a végére lapozunk. Nem most azt hiszem az... Nem most... Ez egy másik vonal lett. De jó, most ezeket mondja Isten, az jó. Ugye hát van egy-két történet, amit végül van.
Ja, igen, az volt. Jó, hát dicsőítő csapat, kérlek. Gyertek fel. Ennyit mondott az Úr is. Közben láttam azért már 55 perc. Próbálok amúgy én is 35 perchez közelíteni. Ja igen, egy-két ilyen bátorító lezárás a végén. De a muzsikával együtt. Kérlek, kapcsoljátok le. Köszönöm szépen. És akkor így intim és bensőséges a folytatás. Isten felhozott nekem egy év elején, zárásként meg szeretném osztani, az a egy Sámuel, nem a valahol, amikor azt hiszem, hogy Dávid éppen elmenekült, nagyjából az életét mentette Saul elől. A pusztába menekült, egy barlangba menekült, és kb. 400 ember így menekült vele együtt, és mentek utána ebbe a barlangba, és nagyon, nagyon érdekes, ez jó lenne szó szerint, a jövő héten. Szóval nagyon gyönyörű mélysége van azoknak a szavaknak, hogy leírja Isten azt a népet, akik oda gyülekeztek Dávid köré. A szegény szó kibontásánál ezt látjátok a képen alul, a hat szó között. Az egyik azt hiszem az eladósodott volt, a másik az elnyomott, a harmadik pedig az elkeseredett. És azt hiszem, hogy közösen vagyunk benne ezekben a kihívásokban, ahogy megpróbál minket az élet. Akár a hitünk van próbára téve, akár magunkkal küzdünk. De én nagyon hiszek abban, hogy a gyülekezet az a reménységnek nem csak a szimbóluma, és nem csak az otthona, hanem ez egy olyan reménysége, olyan forrása a reménységnek, amiatt, mert Jézus Krisztus az alapja, ami egyszerűen nem visszafogható, nem bentartható. Egyszerűen tovább akaródzik, tovább nyúlik a falainkon túlra, és újabb embereket ér el ezen keresztül Isten. Viszont ahhoz, hogy ezek a csodák megtörténnek, ezek az áldások, minél több ezekből az áldásokból, minél több ott legyen az életünkben, ez a kulcs és a feltétel az mindannyiunk életében ugyanaz. Ez pedig Istennek a szava. Az ő szavának az olvasása, az ő szavának a hallgatása. Nekünk kell elkezdeni ezt a megújulást. És utána tudja ezt rajtunk keresztül folytatni Isten a környezetünkben.